Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Januári belvíz. Mezei pockok Tolna vármegye földjein. Pincebeszakadás, parkolók. Gazdasági ügyekről tárgyaltak Szekszárdon. A konfliktus és kezelése. Csak a békességre való vágyjal lehet orvosolni. Kertünk madarai. Hogyan etessük őket télen? Tolna vármegye mezőgazdasági területeinek körülbelül 10%-át érinti a belvíz. A nagyobb problémát a mezői pockok jelentik, ellenük szinte lehetetlen a védekezés. Tolna vármegye agrárterületein jelenleg a legnagyobb probléma a mezei pocok kártétele, ami a paksi járásban közel 50%-ot jelent, mondta el nekünk vendég Edit elnökasszony. A belvízhelyzet vármegyénkben nem példátlan mértékű. A talajaink a vármegye nyugati részén jól telítetnek, mondhatók, a keleti részén még nem annyira, és a paksi járásban mondhatjuk el, hogy még nagyon-nagyon sok víz hiányzik a talajból. A földeken hosszabb ideig tartó belvíz okozhat gyökérpusztulást, illetve gyökérfulladást. A lehullott csapadék mellett még a helyzetet nehezítette a Dunán levonuló három árhullám is, ebből a második volt a legnagyobb, döntött el mezőgazdasági területeket is, de ugye most már apadófélben van a Duna, tehát vonul vissza a mezőgazdasági területekről is, Báta, Bugyiszló környékén voltak nagyobb elöntések. Az országban körülbelül 200 ezer hektárt érint a belvíz. Jelenleg úgy becslik a kollégáim, hogy körülbelül a mezőgazdasági területeknek, tehát szántóknak meg gyepeknek úgy a 10%-a lehet érintett belvízzel. Hát ez főleg a Duna mentén, a Siósárvíz mentén, a Kaposkoppány környékén vannak ilyen területek, és természetesen a mélyebben fekvő területek azok, amik jobban érintettek. Az ültetvényeken, szőlő, gyümölcsös ültetvényeken nem jeleztek belvizet, ott igazság szerint nincsen ilyen probléma, csak a szántókon. A rövidebb ideig tartó nagy hőmérséklet ingadozások nincsenek hatással a szőlőtőkékre, mert január 18-áig egy úgynevezett nyugalmi állapotban vannak, mondta el nekünk Kővári László. Ideálisnak lehet mondani azt, hogy most az idei évben a téli fél év csapadékosabb az átlagnál, mert az elmúlt években meg száraz volt, és feltöltődnek legalább a talajok, úgyhogy mondom, egy nyári szárazabb periódus esetén is a szőlő kiválóan elél, vagy a téli félévi csapadékból. Fagykárt a tőkéken csak a huzamosan tartó mínusz 15-20 Celsius fok okozhatna, tette hozzá a szőlész. Napirendi pontokat tárgyalt Szekszárd megyeijogú város önkormányzata közgyűlésének gazdasági és városfejlesztési bizottsága. A képviselők többek között bel- és külterületi ingatlanok idei évi bérleti díjáról döntöttek. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén tárgyaltak a Bocskai utcai pincebeszakadás pályázatáról is. Ebben az esetben a munkát már megrendelte a város, a feltárás hamarosan megkezdődik. Egyeztettek Szekszárd különböző bel- és külterületi ingatlanjairól, amelyek zömében egykori szőlőtermelésre alkalmas területeket vagy domboldali szántókat jelentenek. Ezek bérleti díja nem fog emelkedni. Máté Péter önkormányzati képviselő elmondta, a Bogyiszlói úton található vízmű vastalanító telepe is napirenden volt. Vízmű vastalanítónak a telepét azt a magyar állami vízműveknek az egész víziközmű vagyonnal együtt átadjuk, viszont van egy olyan része, ami ehhez tartozott, de ezt leválasztjuk róla, és ennek a művelésséget meg kell változtatni, így az ipari park területéhez hozzá lehet kapcsolni, és ez egy értékes ingatlan lesz ettől kezdve. Jelenleg egy kicsit vizásos, de azt föl lehet tölteni, úgyhogy itt egy művelésségváltásról van szó, és ettől kezdve az ipari park területe nagyobb lesz. Ez a városi vagyont fogjuk gyarapítani vele. A megnyitás előtt álló Lidl áruház környékén több, mint 30 parkoló építésére készített a város terveket. Ezek kivitelezéséről a jövőbeni egyeztetések során döntenek február 1-ig. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén összesen 6 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Most rövid híreink következnek.
Egy autós közlekedett 2023. december 7-én Szekszárdon a Széchenyi utca és a Bezerégy utca kereszteződésében. A sofőr a zöld jelzésen balra, a Bezerégy utcára kanyarodott a lámpás kereszteződésben, amikor a zebrán a szintén zöld jelzésen áthaladó gyalogost elütötte, aki könnyebben sérült meg. Az ügyben a szekszárdi rendőrök indítottak szabálysértési eljárást. A hatóságok keresik azokat, akik a balesetet látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezhetnek. Összeütközött két személyautó kedden a reggeli órákban Faddon, a 6-os számú főúton. A baleset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban egy-egy sofőr utazott, őket a mentők további vizsgálatokra kórházba szállították. Idén 14 esetben vonultak Tolna vármegye lánglovagjai közlekedési balesetekhez, amelyeknél az utasok közül összesen 12-en sérültek meg. Egy ember életét már nem lehetett megmenteni. A megváltozott időjárási feltételek, rossz látási viszonyok mellett fokozott óvatosságra van szükség, javasolják a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szakemberei. Appel Szofer Ágnes Tolna polgármestere bejelentette, hogy nem indul az idei önkormányzati választásokon. Elmondta, döntésének egyik oka, hogy békét és nyugalmat szeretne maga körül. Továbbá úgy érzi, hogy most még van lehetősége arra, hogy valami más területen próbálja ki magát. Egyre jobban úgy érzem, hogy az elmúlt 9,5-10 évben polgármesterként és előtte 8 évig alpolgármesterként megtettem azt, amit meg tudtam tenni, és azt gondolom, hogy már nincs bennem az a tűz és az a lendület, ami 2006-ban vagy 2014-ben volt. Úgyhogy én úgy tervezem, hogy nem indulok többet, sem polgármesterként, sem képviselőként. A konfliktus jelen van az életünkben, még akkor is, ha nem beszélünk róla. Tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, a lelki, testi egészséget. A Szabad Egyetem kurzusán Kaszó Gyula, református lelkész, a Szentírásból hozott példákon keresztül beszélt a témáról Szekszárdon. A szekszárdi református lelkész Kaszó Gyula tartott előadást a konfliktus helyzetekről és a konfliktus kezelésről. Az, hogy egy adott konfliktusra hogyan reagálunk, igen sokféle lehet. A konfliktus elkerülésétől egy harmadik fél bevonásáig. Pont ez az összefüggés, amire rámutatott, ez az, ami mérvadó. Szituációtól függ, lelki állapotunktól függ, magától a konfliktus jellegétől függ, és ennek az összefüggésében változnak a megoldási kísérletek is. A konfliktus meghatározására az ókor filozófusai óta történnek próbálkozások. A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége. Erre kellene törekedniük a szemben álló feleknek. Én magam konfliktus kerülő ember vagyok, éppen emiatt mihelyt érzem a konfliktusnak a csíráját valamennyire kikelni, akkor már is felvállalom a konfliktust. Az én esetemben ez az, ami célra vezető. De nem tudom azt mondani, hogy ez recept lenne. Emiatt az önismeretnek óriási nagy jelentősége van a konfliktus kezelésben. Magamat kell ismerni először ahhoz, hogy a bennem levő feszültség kezelésében egyáltalán meg tudjam találni az utat a másikhoz, és utána ennek az útnak a segítségével rendezni tudjam a kapcsolatunkat. Előadása során rávilágított a jelenlegi legsúlyosabb konfliktusra, az ukrajnai háborúra. Mint mondja, nincs ártatlan fél, és nem lesz nyertes, amíg mindenki csak győzni akar bármi áron. Akkor lehet előrelépés, ha egy közös nyereséget fognak szem előtt tartani, a békét. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A tavalyi évben a munkavállalók szép kártyáira feltöltött összegek infláció felett 25%-kal növekedtek 2022-höz képest, és elérték a 445 milliárd forintot. Ezen a téren a turisztikai szolgáltatók forgalma összességében pedig még úgy is több mint 14%-kal bővült éves szinten, hogy 2023 utolsó 5 hónapjában a kafetéria eszközzel hideg élelmiszert is lehetett vásárolni. 2023-ban a feltöltések mellett a költések is minden korábbit felülmúltak, tavaly 449,5
1,4 milliárd forintot költöttek a felhasználók, amely a megelőző évit 17%-kal szárnyalta túl. Tolna város önkormányzata kérdőíves formában méri fel a lakosság véleményét az Élhető Települések című top pluszos pályázat kapcsán. A tervezett fejlesztési elképzelések magukba foglalják a városi könyvtár újranyitását és alkotóház létrehozását Mözsön. A kitöltésre a település honlapján van lehetőség. A családok ingatlanonként akár 5 millió forint támogatást nyerhetnek el a zöld energia termelésére és eltárolására alkalmas modern napelemes rendszerek telepítéséhez. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a Napenergia Plus program újabb szakaszának megnyitását követő első 24 órában több mint 17 ezer előregisztrációs kérelem érkezett be. A 75 milliárd forintos keretösszegű projekt visszanemtérítendő támogatást kínál a saját tulajdonú, lakóingatlannal, haszonélvezeti joggal vagy leasing szerződéssel rendelkező magánszemélyek számára ahhoz, hogy megújuló energiaforrással lássák el lakóépületeiket. A beruházásoknak köszönhetően napelemből és energiatárolóból álló rendszerekkel bővülhetnek tovább a hazai napenergia kapacitások. A kertünkben sokféle madárfaj leli otthonát, megcsodálhatjuk szépségüket, életvitelüket. Tavasszal az éneküket hallhatjuk, télen pedig összegyűlnek az általunk kihelyezett etetőknél. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszári csoportjának elnöke Tóth István Zsolt elmondta, a madarak etetése nem létszükséglet számukra, hiszen találnak maguknak megfelelő táplálékot. Viszont, ha már elkezdtük a megfelelő élelmet biztosítani számukra, ne hagyjuk abba, mert az a madarak pusztulásához vezethet. Amit mindig is kihangsúlyozunk, hogy csak olyan élelemmel etessék, ami nem sós, nem pedig avas például, vagy romlott étellel, tehát már megromlott szalonnával, vagy ilyesmivel, hanem mindenképpen tiszta maggal, kölessel, napraforgóval. Ezeket kell kiszórni, hogyha diót törünk, és abban voltak olyanok, amik nem megfelelőek, vagy mogyoró, ezeket összetörjük, apróra vágjuk, és ezeket is kitehetjük nekik. De lehet kölest is a kisebb madaraknak venni, vásárolni a boltokban, és ezt kitenni, vagy pedig lehet kapni ugyebár ilyen fagyúba összeállított madár kalácsot a boltokban. Az ideális etetési intervallum október végétől április közepéig, végéig tart. Nyilvánvaló, hogy megtalálja a táplálékát a természetben is, de az, hogy most egy helyen etetünk, akkor bizonyos szempontból könnyebbé tesszük az életüket, de sok olyan madár van ugyanabban a fajon belül, tehát színegék, amik nem jönnek be lakott területekre, kinn is megtalálják, csak itt, hogy egyszer már elkezdjük etetni, akkor nyilvánvaló oda rájárnak, mert akármelyik állat, hogyha megtalálja, honnan szerezi, mindig onnan a legkönnyebben tudja beszerezni élelmét, tehát az épp úgy egy madár esetében, mint akár egy róka esetében bejár a háza közé, és vagy a kukára rájár a medve erdében, szóval ezek mindig olyan dolgok, amik az állat megtalálja azt, hogy honnan tud könnyen remékszeni, és akkor oda megy, úgy eteti. A szakember hozzátette, az itatásukra nem kell nagy gondot fordítani, hiszen a téli csapadék mennyiség elegendő számukra. Vannak, amik azt mondják, hogy itatót is tegyünk ki nekik, hogy ihassanak. Én annyira azt nem látom szükségesnek. Nyilvánvaló most a csapadékos időjárásban mindig is van, a kis hóból is csipegethetnek, nem kell ott langyos vízzel úgymond kedveskedni nekik, annyira nem, mert azt mindenkor befagy, akkor azt, mit tudom én, néhány óránként vagy est. Mindig általában úgy van, hogy van egy olyan szezonális jelleg, reggel jönnek, és utána napközben csak úgy ugrálnak, és akkor este megint lefekvés előtt, hogy így mondjam, akkor milyen nyugóval térnek, akkor szoktak megint jönni. Tehát ebbe a két időszakba kellene azt a kis vizet kitenni, ami nem fagy be ilyen hideg időben. Az etetőket olyan helyre helyezzük el, ahol nyugodtan és könnyen megközelíthetően tudják használni. Fontos, hogy ezek közelében legyen bokor vagy cserje, ami biztonságot nyújt a búvóhely részükre. Az egész családnak sok örömet tud szerezni a madarak etetése, a gyerekeket, időseket órára lefoglalja, vagy akár a természetfotósokat is. Regionális híreink következnek. Megújuló területfejlesztés. Összehangolt szakpolitikák a térségi fejlődés szolgálatában.
jegesedés, a melegedő időjárás és a szél miatt olvadásnak indultak a képződmények. Vaddisznók portyáznak Pécs Vasason. Ritkították az állományt a vadászok hétvégén. Az új területfejlesztési törvény hatályba lépése nyomán megújuló területpolitika egyik legfontosabb alapelve, hogy előtérbe helyezze a térségi együttműködést. Erről tartott a konferenciát Navracsis Tibor részvételével Mohácson. Az új fejlesztési terv tette lehetővé, hogy nagy régiós fejlesztési programokat dolgozzon ki a szaktárca. Ennek első mintapéldánya a Dél-Dunántúlra vonatkozik. Ezt a kormány most el is fogadta, mondta Navracsis Tibor területfejlesztési miniszter. Ennek a lényege, amiért a Dél-Dunántúlt választottuk, hogy az elmúlt 30 évben statisztikai mutatói tekintve ez a térség teljesítette a legrosszabbul tulajdonképpen a gazdasági mutatók tekintetében, miközben Észak-Kelet-Magyarország már az elmúlt évek kormányzati politikai döntéseinek köszönhetően megkezdte a felzárkózást. Láthatjuk Debrecen, Miskolc, Eger környékén a beruházásokat, az infrastruktúrális fejlesztéseket. Addig sajnos a Dél-Dunántúli térség nem tudott még kilábalni a 90-es évek gazdasági válságából, és meglehetősen rosszak a demográfiai mutatók is, nagy fokú az elvándorlás, az előregedés, a munkanélküliség is relatív magas, az oktatás helyzete is itt gyengébb, mint az ország más régióiban. Ezért gondoltuk azt, hogy az első nagy régiós fejlesztési terv a Dél-Dunántúl felzárkóztatása legyen. Ebbe beletartozik magár az egész térségre vonatkozó nagy infrastruktúrális beruházások, Pécs-Pogányi repülőtértől kezdve a 6-os, M6-os fejlesztése. A miniszter hozzátette, az olyan konkrét helyi fejlesztések is, mint a Mohácsi Dunahíd, amely összeköti a Dél-Alföldet és a Dél-Dunántúlt, és lehetővé teszi, hogy a Szerbia felől vagy Dél-Kelet-Európa térségéből jövő forgalom a Dél-Dunántúl és keresztül menjen. Ezáltal fellendítheti ezt a térséget. Ehhez még az is hozzájön, hogy a jövőben újabb fejlesztés igyekeznek a térség gazdasági életét emelkedő pályára állítani. Mohács térségét még egy speciális lépéssor külön érinti ebben a fejlesztésben, mondta Hargita János, Mohács országgyűlési képviselője. Mohács kapcsán a 24 év az kulcs év, mert ezeknek a nagy végső döntéseknek ebben az évben kell kormányzati döntéseknek megszületni, hogy a Dunahíd fejlesztése elinduljon, és ebben az évben kell már forrásokat kapni a most kivitelezés alatt álló kulturális és turisztikai fejlesztési elképzeléseinkhez, ugye, ami Mohács 500-nak a lényegét jelenti, az emlékévre való felkészülés. Fejlesztési helyszín Mohács több pontja, nyilvánvalóan az emlékhely, tehát itt Mohács határában a nemzeti emlékhely, és a második mohácsi csata színhelye Villány és Nagyharsány térsége is. A rendszerváltás óta nem következett be az a fejlődés, ami elvárható lett volna Baranyában. Azonban 2022-től két minisztérium is támogatta Baranya vármegye fejlődését, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Navracsis Tibor és Szijjártó Péter miniszter urak elkötelezettségéből is fakadóan a Dél-Dunántúl a terület fejlesztés fókuszába került. Ennek is köszönhetően az elmögöttünk hagyott esztendő 2023 az a fordulatéve lehetett Baranyában. Ezt támasztja alá azt, hogy az egyfőre jutó ipari termelés tekintetében, amely mutató vonatkozásában Baranya az elmúlt évtizedekben mindig a sereghajtók között volt utolsó előtti helyen. Itt felzárkóztunk legalább a középmezőny alsó részébe, ezért mondom azt, hogy az elmúlt év az valóban a fordulatéve lehetett, és hogyha azok az infrastruktúrális fejlesztések, amelyek az új területfejlesztési törvény szellemiségéből, a kormányzati elkötelezettségből is fakadnak, valóra válnak, akkor a következő években reális lehetőség az, hogy Baranyának a területi zártsága, bezártsága az érdemben csökken, ez adhat egy új lendületet Baranya felzárkózásának. A területpolitika célja az, hogy a különböző profilú térségek jellemzőinek, erősségeinek, tapasztalatainak figyelembevételével az érintett térségek a területfejlesztési politika részéről megfelelő segítséget kapjanak. A résztvevők az egésznapos konferencia során szakmai tudományos diskurzus keretében többek között megismerhették az újonnan felálló minisztérium szakpolitikai területeit és azok összefüggéseit. Az elmúlt napokban különleges jégvilág várta a Balaton déli partjára látogatókat. Azonban a melegedő időjárás és a szél miatt olvadásnak indultak a jeges képződmények, és a partmenti jégréteg is megtöretezett. Híradónknak a Siófoki Obszervatórium meteorológusa Horváth Ágos elmondta, a következő napokban tovább növekszik a hőmérséklet, így további jegesedésre nem kell számítani.
Megtöredezett és sok helyen el is olvadt a partmenti égréteg a Balatonnál az erős nyugati, északnyugati szél miatt. A plusz 2-3 fokos hőmérsékletben olvadásnak indultak a különleges jégképződmények is. A levegő hőmérséklete már erősen 0 fok alatt volt, a víz azonban még nem fagyott meg. A víz nehezebben fagy meg, legalábbis először a Balatonnál nehezebben jelenik meg a jég, hiszen a szél energiát ad át a víznek, az hővé alakul, tehát a hullámzás, ami hullámzik a víz, nehezebben történik a kialakulása. Viszont ami hullám kicsap a partra, az ott a túlhűlt talajon 1-2-re megfagy. Ilyenkor elég nehéz egyébként megközelíteni a Balaton, kárpotlásul az a jég egészen érdekes formációkat tud létrehozni. Ugyan szélvédettebb helyeken még találni vékony jéggel borított vízfelületet, azonban arra továbbra sem szabad rámenni. További jegesedésre viszont nem kell számítani a következő napokban. A vízhőmérséklete 0 fok közelében van, tehát ha most megállna a szél, akkor elképzelhető, hogy hajnalban ismét kialakul, vagy kialakulhat egy jégréteg, nagyon vékony jégréteg, ami minden bizonnyal fel fog szakadni, hiszen a holnapi naptól egy nagyon markáns felmelegedésre számítunk. Ez a felmelegedés vélhetően majd szélerősödéssel is jár, tehát a még nyugati medencében meglévő több-kevesebb jeget is valószínűleg, hogy legalábbis alaposan meg fogja mozgatni. Csütörtökön 10 fok feletti hőmérsékletet is mérhetünk, hétvégére azonban ismét lecsökken a hőmérséklet, 0 fok körüli értékek várhatók. Valószínűleg azért ez a felmelegedés annyira nem fogja a vizet is felmelegíteni, így aztán a jégréteg kialakulására még számítani lehet a hétvégén. Azonban vélhetően, hogy ez komolyabban nem tud megvastagodni, legalábbis az esemény horizontunkon ismét látható valamikor a jövő hét során egy újabb felmelegedés. A Balaton további jegesedéséhez tartós éjszakai és nappali mínuszok lennének szükségesek. Bemerészkednek a lakott területre a vaddisznók Pécs vasasi részén táplálék után kutatva. Több mint 100 bejelentést kapott a különböző esetekről a területi önkormányzat képviselője. Volt, hogy a vadak miatt nem jutott be az otthonába valaki, mert éppen a bejárat előtt kutattak az állatok ehető dolgok után. Vaddisznók a városban ezen az éjszakai felvételen élelem után kutat ez a népes konda az utcán a házak kerítések közelében. Pécs vasasi város részében is gyakran találkoznak vaddisznókkal az ott élők, mondja a helyi képviselő. Itt például, ahol állunk, ez úgymond a vasasi falu közepének is tekinthető. Itt nem messze lakóépületektől bemennek a házakhoz. Volt, hogy idősebb asszonyok nem tudtak hazamenni, mert ott állt a vaddisznó. A mögöttünk lévő dombról ereszkednek le a vaddisznók. A vadásztársaság is igyekszik mindent elkövetni. Több bejelentést is tettem mind a jegyző, mind a vadászkamara felé, mind a hetényi vadásztársaság fele, és nagyon konstruktívan helyszíni bejárást tartottak, tanácsadást adtak a helyieknek, hogyan erősítsék meg a kerítés, stb. Szerveztek már vadászatot lakott területen Pécsen, ahol sok vaddisznót láttak, de ezt nagyon bonyolult kivitelezni, mondja a képviselő. Hétvégén Vasas környékén járták az erdős területeket a vadászok, hogy kilőjenek az állományból néhány példányt. Most szombaton pedig megkeresésemre egy nagyszabású hajtást tartotta az illetékes vadásztársaság. Őszintén remélem, hogy eredménye is lett a dolognak, és talán kevesebb lesz az ilyen típusú bejelentés, meg hát nyugodtabban, biztonságosabban hazajöhetnek a helyiek. 15 vaddisznó és 4 gímszarvas került terítékre a vadászat után. A képviselő azt mondja, az állatok élőhelye szűkült le az emberek miatt, ezért jönnek a városba a vadak élelem után kutatva. Sajnos ugye több magántulajdonos is lezárt olyan területeket, amit megvett ugye az erdőben, ami a vadak közlekedését addig biztosította, a vadak pedig megkeresik, és egy vaddisznó azért megtalálja. De az elmúlt időszakban rengeteg aranysakál bejelentést is kaptam, hogy az aranysakálok is itt garázdálkodnak a környéken. Ezért kapja 100 számra a bejelentéseket, mondja Berényi Zoltán. A vadkár elkerüléséhez a házak kerítéseit kell mindenképpen megerősíteni, a szakemberek szerint. Fel kell szedni a lehullott gyümölcsöket, az ételmaradékokat úgy kell tárolni, hogy az állatok ne juthassanak hozzá. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Januári belvíz, mezei pockok Tolna vármegye földjein.
pincebeszakadás, parkolók. Gazdasági ügyekről tárgyaltak Szekszárdon. A konfliktus és kezelése. Csak a békességre való vágyjal lehet orvosolni. Kertünk madarai. Hogyan etessük őket télen? Csütörtökön erős dél, délnyugati széllel további jelentős enyhülés várható. Alapvetően erősen felhős égboltra és többfelé előforduló esőkre, záporokra van kilátás. Délután legyengül a szél és kelet felé elvonul a csapadék. Szokatlanul magasra emelkedik a hőmérséklet, majd este már hidegfront érkezik viharos északnyugati széllel. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!